jogos és támogatandó állatvédelem mellett egyre gyakrabban jelennek meg olyan vadhajtások is, amelyek szélsőségesen negatívan befolyásolhatják több nagymúltú fajta jövőjét. Nem sokkal ezelőtt a teljesen abszurd és számos kutya kiirtásával végződő skandináv térségben bekövetkezett ősi pásztorkutya fajták tiltásáról számoltunk be nektek, most pedig itt az új hír. A Német Kennel Klub, VDH véleménye szerint akár a teljes tacskó tenyésztés is tiltás alá kerülhet a közeljövőben állatvédelmi okokból. És hogy hol? Természetesen a fajta szülőhazájában, Németországban. Ebben a részben erről fogunk részletesebben beszélni nektek. Mielőtt tovább mennénk, kérünk téged, hogyha eddig nem tetted meg, iratkozz fel a csatornánkra, ez nagyon sokat segíthet nekünk a későbbiekben. Ha támogatnád a csatornát abban, hogy helyszíni forgatásokra járjunk és több filmet készíthessünk, a támogatás módját megtalálod a leírásban. Előre is köszönjük szépen! Fájdalmas és kínzó váz rendellenesség. Amikor a Német Kennel Klub, az ottani MEOS, szakértői elolvasták az új német állatvédelmi törvény tervezetét, igencsak meglepődtek az ott szereplő elképzeléseken. Az új törvény az alkotók szándékai szerint tiltás alá helyezni az összes olyan kutyafajta tenyésztését, akik bármilyen csontváz rendellenességgel rendelkeznek. Mindenre az állatvédők és a törvényhozók szándékai szerint azért kerülne sor, hogy csökkentse és fokozatosan beszüntesse az olyan fajták tenyésztését, akik folyamatos fájdalomnak és kínnak vannak kitéve a vázrendszerük torzulásai miatt. A nagy kérdés természetesen az, hogy mi számít a német törvényhozók és a februárban nyilvánosságra került tervezet szerint torzulásnak. A potenciális gerinc problémák, az átlagnál rövidebb lábak és az átlagnál hosszabb hát. A definíció alapján ezek közé a fajták közé sorolják a tacskókat, a buldogokat, a mopszokat, a törpeuszkárokat, de még a kokkerspánieleket is, az ikonikus, nagyobb német fajták közül például a német boxereket, de bizonyos tekintetben a német juhászkutyákat is. A Német Kennel Klub természetesen azonnal nyilvános felhívást intézett a még meg nem született döntés módosítása érdekében, hiszen ha a rövid lábakat abnormálisnak tekintjük, legelőször a tacskók kerülhetnek tiltás alá, akik esetében Németország és a világ egyik legnépszerűbb fajtájáról van szó. A VDH közleménye igencsak helyesen arra is felhívta a figyelmet, hogy ha ez a törvénytervezet ilyen formában kodifikálásra kerül, az igen nagy zavart fog okozni szinte minden a kutyákkal kapcsolatos szolgáltatói területen. Hiszen ki dönti el onnantól kezdve, hogy mi a normális, az évszázados múltú rövidlábú tacskó, a mesterségesen létrehozott német vizsla, vagy a bullenbeiszerek és buldogok leszármazottja, az örök mozgó német boxer, akik döntőzömére, hogyha ránézünk, szemmel láthatóan nem küzdenek semmiféle mozgásukat korlátozó rendellenességgel? A tacskó az örök kedvenc. Mostani tudomásunk szerint egyébként a tacskó fajta őseinek kialakulása nagyjából a középkorra tehető, Németországban jöttek létre, amiben a mostani kutatások szerint francia vadászkutyák is jelentős szerepet játszottak. A tacskóknak 9 fajta változata létezik, ami 3 szőr és 3 méret változatot jelent, a szőrváltozatok a rövid, a szálkás és a hosszú szőrű, a méret változatok pedig a standard méretű, akik a legnagyobbak, a törpe és a nyulász, azaz kanintyen méretű. A törpe és a kanintyen méretűek elsősorban üregi nyúlvadászatra használatosak, a standard méretet a rókák és borzok mellett akár vaddisznóra is használják. A vadászat mellett ez az apró termetű ebb napjainkban a világ szinte minden táján vezeti a társasági kutyák népszerűségi listáját. A 2023. évi felmérések és statisztikák szerint Európában a 6., az Egyesült Államokban pedig a 9. legnépszerűbb fajta volt a tacskó. Habár a tacskók 1972, a müncheni olimpia megrendezése óta váltak világszerte ismerté,
és igazán népszerűvé, számos rajongójuk akadt az emberi történelem folyamán és az emberi kultúrtörténetben is. Pablo Picasso képeim például időnként felfedezhetőek kedvenc tacskójának, Lumpnak a körvonalai, mint ahogy Andy Warhol is elválaszthatatlan volt szárkás szőrű kedvencétől Archie-tól. A franciák nagy bánatára Bonaparte Napóleon sem úszkárokkal vette körül magát, igazi tacskó rajongó volt, ahogy II. Vilmos, német császár is 5 tacskóval osztotta meg nyugdíjas éveit a birodalom bukása és az első világháború elvesztése után. A kiszivárgott törvénytervezet természetesen hatalmas felháborodást keltett Németországban, ami érthető, a tenyésztők és a tacskó tulajdonosok között is, akik együtt más kutyás szakmai szervezetekkel egy petícióban követelik a tervezet felülvizsgálatát és esetleges elvetését. A március 21-e óta nyilvános petíciót azóta több mint 15 ezeren írták alá, és az aláírók száma folyamatosan nő. A tiltakozók közül többen azt is felvetették, hogy az egyre szélsőségesebbé váló állatvédők olyan szabályozások érdekében vetnek be nagyon komoly lobbierőt a törvényhozók körében, amelyek értelmében lassan csak a farkasokhoz hasonlító és küllemű kutyák minősülhetnek normálisnak, a normális idézőjelben természetesen. Míg senki nem tagadja, hogy az állatvédelemre természetesen szükség van, mint minden területen a szélsőséges nézetek itt is kerülendőek, hiszen évszázadok pozitív tenyésztési értékeit és eredményeit tehetik partvonalon kívülre a napjainkban tapasztalható szélsőségesen hisztérikus megnyilvánulások. Arról nem is beszélve, hogy a kutyás világban a nem életszerű és a valóságtól elrugaszkodott tiltások általában minden esetben a szaporítók tevékenységének megerősödéséhez vezetnek és vezettek.